43 millió forintos pályázatból valósulhatott meg a távmunkaprogram, melyben Szikszó összes lakója részt tud venni. A távmunkaprogram, melyhez minden technikai feltételt biztosítani tud a helyi önkormányzat, nagyon rugalmas, így elsősorban a kismamáknak, nyugdíjasoknak és munkanélkülieknek ajánlják. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a Zabói Televízió nézőit. Azt gondolom, aki egy icipicit figyelemmel kíséri az önkormányzat munkáját, az ma egy kicsit büszke megint Szikszóra, hiszen 43 millió forinttal megint gazdagabb lett ez a település. A feladat, illetve a lehetőség az egy rugalmas távmunka program. Természetesen szinte Szikszó valamennyi lakója részt tud ebben venni. Egyrészt a lehetőség az, hogy itt helyi szinten biztosítjuk azokat a gépeket, amely a távmunkavégzéshez szükséges, illetve azt a lehetőséget tanítjuk meg az emberekkel, itt elsősorban azokra gondolunk, akik kismamák otthon vannak gyesen, nyugdíjasok, vagy olyan is, aki mondjuk jelenleg nem rendelkezik munkahelyel. Ebbe a távmunkaprogramba be tud kapcsolódni. Természetesen ez nem egy 8 órás munkalehetőség, ez egy rész munkaidőben végezhető feladat, a saját munkája mellett, akinek 3-4 órája megadatik egy nap, és tud olyan tevékenységet folytatni, amely lehetővé tesz, hogy bekapcsolódjon a távmunkaprogramba, az ehhez a programhoz tud kapcsolódni. Ami fontos, hogy mindenféleképpen megpróbáljuk az elkövetkezendő hetekben kialakítani azt a kapcsolatrendszert, ami lehetővé teszi egyáltalán az operátor részére, hogy a bizonyos munka lehetőségek esetén összekapcsolja a dolgozót a munkáltatóval. Ez lenne az első feladat. A második lépcsőben mindenféleképpen havi 2 alkalommal egy képzés lesz, hogy azok, akik ezt a munkát vállalják, tudják, hogy ezt hogyan kellene végezni, hiszen azért viszonylag szokatlan, ma még nem divat, hogy távmunka végzést csinálnak az emberek, hiszen ez egy teljesen új az internet világa. Azt gondolom, hogy nagyon sok dologra tud megfelelő választ adni, és hát örülök annak, hogy a távmunkaprogram is ezek közé tartozik.